Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Nagy volumenű átalakítás zajlik a Tósó Berendi Szent István Király Római Katolikus Általános Iskolában. Mai magazinunkban elsőként erről láthatnak egy tudósítást. Még tetősen maradt a Tósó Berendi Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola feje fölött. Egy nagyon nagy beruházás van éppen folyamatban. Mikor kezdődött ez a beruházás? Mik az előzmények? Az június 15-e után kezdődött ez a beruházás. Igazából az előzmények arra tehetők, hogy a Veszprémi érsekség hál' Isten látja azt, hogy itt folyamatosan szépülünk, bővülünk, a gyereklétszámunk fokozatosan növekszik, és igény van az iskolára, és ezért úgy döntöttek, hogy egy komoly támogatást biztosítanak részünkre, és ezt az építkezést el tudjuk kezdeni. Legutóbb, amikor az Ajkai TV-ben éppen építkezés ügyben találkoztunk, az október 10-én volt 2014-ben, amikor a mögöttem látható épületet adtuk át, és ugye akkor már jeleztem, hogy ennek lesz egy folytatása, ami hál' Isten realitássá is vált, és el tudtuk kezdeni június közepén ezt a elég komoly beruházást. Mi minden fog megújulni, változni, hiszen látjuk, hogy itt falakat döntöttek már a munkások, a tető félig lent van, szinte alig maradt valami az iskola épületéből. Hát igen, tulajdonképpen itt minden megújul, azt kell, hogy mondjuk. Tehát falakat bontottak, tetőt leszedjük, tehát egy teljesen új épület valósul meg. Egy szint ráemeléssel, tetőtér beépítési lehetőséggel. Tudni kell, hogy az első ütemben tulajdonképpen tető alá hozzuk az új épületet, és a földszintet szeretnénk visszaállítani eredeti állapotába, illetve hát egy 220-230 négyzetméteres galériás zsibongó kerül kialakításra, büfével, liftaknával, és még lehetne sorolni. Első ütem az mindenképpen ennyi lenne, aminek a folytatását egy év múlva szeretnénk kezdeni, amikor szépen mennénk felfelé, és az első szinten termeket, szertárakat, különböző gazdasági igazgatói irodákat szeretnénk kialakítani. Beszéljünk egy kicsit még az első ütemről. Mik a határidők, milyen munkafolyamatokat, milyen idővel kell itt a munkásoknak elvégezni ahhoz, hogy szeptember 1-én itt el tudjon kezdődni majd a tanítás? Igen, hát itt egy nagyon szoros fegyelmezett munkaidőbetartásról van szó, tehát amikor ezzel a céggel megállapodtunk, tehát több cég pályázott, egyébként meghívásos pályázat keretében történt az elbírálás. Az egyik fontos szempont az volt az ár mellett, hogy határidőre próbálják még befejezni ezt az építkezést. Tudni kell azt egyébként, és látható is, hogy ez az építkezés szeptember 1-ére nem fog elkészülni, de természetesen fel vagyunk készülve arra, hogy a gyerekeket biztonságos helyen, megfelelő körülmények között tudjuk szeptemberbe fogadni. Ezt egyébként májusban én valamennyi osztálynál osztályfőnöki, pontosabban szülőértekezletek keretében ezt el is mondtam, felvázoltam az elképzeléseket, lehetőségeket, kértem a szülőknek a türelmét, megértését, és azt, hogyha nehézségünk lesz itt az ősz folyamán, akkor mindenképpen legyenek türelmesek és segítsék a munkánkat. Egyébként azt szeretném hangsúlyozni, hogy valamennyi gyerek, valamennyi osztály biztonságos körülmények között kerül elhelyezésre. Milyen lesz az iskola új arculata? Hogy fog kinézni? Vannak-e már ezzel kapcsolatban látványtervek? A gyerekek meg tudták-e nézni az új iskolájukat? Igen, elkészültek látványtervek. Természetesen ezt a rendelkezésre is fogom bocsájtani. A gyerekek zöme egyébként ezeket a látványterveket látta. Tényleg egy nagyon szép, sok boltívvel, tornácos megoldással megvalósuló épületről van szó, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem csak a Tósó Berendi városrésznek, a Majkának is egy csodálatos szép égköve lesz, amikor elkészül. Gondolom, hogy a 21. század minden igényét ki fogja elégíteni majd ez az iskola, hiszen a követelményeknek meg kell felelni, hogyha már egy ilyen új, gyönyörű, szép iskola felépül. Mik azok az újítások, amik a tervbe bekerültek? Így van, tehát mindenképpen a 21. század követelményt szeretnénk azért szem előtt tartani. Tudni kell azt, hogy most az első ütemben tulajdonképpen csak a földszintnek a tulajdonképpen a visszaállítása valósul meg. A következő ütemben szeretnénk ezeket az ön által említett fejlesztéseket is megvalósítani, itt kezdve az IKT eszközökön keresztül a különböző szaktantermi hálózaton, a könyvtáron, az olvasószobán keresztül, orvosi szobán, mindenfélén keresztül, tehát ezeket mind szeretnénk megvalósítani. Az első ütem, az egyelőre az idei év az nem erről szól, az a következő évnek lesz a fejlesztési elképzelése.
azt gondolom, hogy a gyerekeknek és a szülőknek sem mindegy az, hogy milyen környezetben tanulhatnak a gyermekek, illetve hát talán biztos, hogy sokkal jobb kedve, sokkal nagyobb lelkesedéssel állnak neki a gyerekek, ha magukénak érzik magát az iskolát, és egy nagyon szép új környezetben tanulhatnak. Igen, ezt én is így gondolom. Ezt egyébként lehet érezni a szülőkön, lehet érezni a gyerekeken is. Nagyon sok szülő egyébként keres azzal, hogy mi az, amiben tudnak segíteni. Amikor egyébként a főépületet kiürítettük, itt körülbelül 30 szülő jött és segített butort, székeket, padokat cipelni, ugyanúgy a gyerekekkel, tehát csak maximálisan tudok erről a dologról beszélni.